fekete, fekete cukott a fé, Ábel, Ábel, Dominé. Csiszi A, csiszi B, csiszi, csoszi, kompodé. Fekete, fekete cukott a fé, Ábel, Ábel, Dominé. Csiszi A, csiszi B, csiszi, csoszi, kompodé. Anton, Vénusz, szórak a Vénusz, szórak a tiki-taka, alabala van Vénusz. Dominé, csiszi A, csiszi B, csiszi, csoszi, kompodé. Fekete, fekete, cukott a fé, Ábel, Ábel, Dominé. Csiszi A, csiszi B, csiszi, csoszi, kompodé. Anton, Vénusz, szórak a Vénusz, szórak a tiki-taka, alabala van Vénusz. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a Weekend mai adását a Szabolcs Néptánc Együttes fiataljai aprókái indították. Nem sokára egyébként ismét táncolnak nekünk, de most egyelőre egy kicsit pihennek és asszisztálnak a következő beszélgetésünkhöz, hiszen egy különleges módszerről beszélgetünk majd. Hát nagy szeretettel köszöntelek itt titeket, sziasztok, jó estét, most már ugye megérdemelt pihenésüket töltik a picik, és hát nagy szeretettel köszöntöm Ágoston Ildikót, ugye Ildikót téged nem kell bemutatni, hiszen ennek az együttesnek a vezetője vagy, és Sebestyén Mónika pedig ezeknek a fiataloknak, többek között ezeknek a fiataloknak is a mestere. Nem is olyan régen, ugye még jegyeket is sorsoltunk, hiszen Jaffás emlékére együtt voltak, azt hiszem, aprók és nagyok, tényleg csak egy gondolat erejéig. Milyen élményekkel gazdagodtatok ezen az gyönyörű estén? Azt gondolom, hogy azzal mindenképpen, hogy ki tudta mindenki fejezni az érzéseit, a benne kavargó érzelmeket, amik az elmúlt 9 hónap hozott bennünk, és azóta is folyamatosan is emléket nem feledve látni, itt van a jövő, a Szabolcs Tánc Együttes építkezik, alapozik, ebben egyik segítőm, kollégám, mondhatom, hogy egyszerre kezdtünk táncolni. Nagyon-nagyon régen az Balasáni Sebestyén Mónika, hiszen a legapróbbakat ő irányítja és vezeti egy nagyon érdekes és újszerű stílussal. Ugye ezt a módszer tulajdonképpen úgy nevezték el, hogy így tedd rá módszer. Ezt sokan ismerik, az így tedd rá, úgy tedd rá, Terike, Ferike Marcsa, azt hiszem? Ferike Marcsa, tehát akkor nyilvánvalóan azok, akik már ismerik a néptánc gyökereit, vagy esetleg ezt a dalt, akkor gondolják, hogy ez közel áll a gyerekekhez. De kinek köszönhető maga ez a módszer, vagy egyáltalán miért tartottátok fontosnak, hogy ezt vezessétek be itt a legfiatalabb szabolcsosok oktatásában? Igen, ez az így rá módszer, ez Balatoni Katalin nevéhez fűződik. Ő találta ki végül is ezt a módszert, a néptánc oktatásnak egy újfajta módszere. A mottója a játékban, táncban, dalban gazdag mindennapok a gyerekeknek. És élmény központuság, hogy nem a régi hagyományos módszereket követi, amikor például körben állva csárdást gyakoroltunk egy órán keresztül, és a gyerekek már halálra unták magukat, hanem itt szabadon, boldogan játszhatnak, nem baj, hasra esik, itt is láthattuk az előadás közben, hogy volt, hogy éppen elesett egy kis gyerek, de itt az a lényeg, hogy élvezzék és megszeressék ebben a kicsikorban a táncot, az egész népi hagyományunkat, és emellett nagyon fejlesztő hatású. Hát ugye tulajdonképpen ez egy ilyen örömelvű pedagógia, táncpedagógia, és talán a legkisebbeknél ez lehet a leginkább eredményes, hiszen hogyha pici korban ugye nem sikerül a kedvet meghozni, akkor biztos, hogy 18-20 évesen nem lesz kedvük valóban órákat gyakorolni, hiszen azért már a felnőttek számára
Azt gondolom, mégis benne van az öröm meg a játék, de azért kicsit izzadságszagúbbá válik már ez a történet, ugye, amikor valaki évtizedek óta táncol. Itt Nyíregyházán melyik óvodában kezdődött el? Vagy te például hol kezdted ezt a fajta tevékenységet? A Nyíregyházán a Kerekerdő óvodában találkoztam először ezzel a módszerrel, úgyhogy a vezetővel, Szálkóné Mikulás Katalinnal, mivel én ott tartottam néptánc órákat a gyerekeknek, elmentünk megnézni, itt Nyíregyházán volt egy ilyen ITED rá továbbképzés, háromnapos, közösen elmentünk megnézni, és részt is vettünk ezen a továbbképzésen, és annyira megtetszett nekünk ez a Balatoni Katalinnak ez a módszere, hogy elhatároztuk, hogy ezt a Kerekerdő óvodát referencia óvodává tesszük, és Magyarországon a harmadikként a Kerekerdő óvod ennek az ITED programnak a referencia óvodája. Gyakorlatilag minden óvis táncol? Igen, igen. Be van építve a mindennapokba, délelőtti foglalkozásokba is, és ezen kívül még pluszba délután lehet jelentkezni ITED foglalkozásokra, ott már nem mindenki vesz részt. Ebben élnek a gyerekek egész nap. Gyakorlatilag ugye az életük részévé válik. Igen. És hogyan válnak végül is a Szabolcs néptánc együttes részévé? Azok a fiatalok kerülnek kiválasztásra, akik egy valamicskével, nem is tudom, nagyobb szívvel, vagy nagyobb tehetséggel táncolnak? Egyáltalán lehet azt látni, hogy ki az igazán tehetséges az ilyen apróknál? Igen, már most is beszélgettük, ha kiemelhetem, öcsi, gyere, légy szíves. Álljál föl, légy szíves. Szerintem egy laikus is ránéz a kisfiúra, és kis a tartásából látja, hogy miből lesz a cserebogár. Köszönöm, nagyon aranyos vagy. Én hagyj fűzzek már annyit a Mónika. Mónika inkább táncolni szeret, én meg szeretem kicsit őt megtámogatni, hogy szerény a Mónika. Igazából ez a kis óvodás csoport, amióta én az eszem tudom, mindig működött az együttesben, olyannyira, hogy a jelenlegi művészeti vezető ebben a csoportban kezdte Mónikánál, úgymond pelenkás korában. Tehát van benne valami, hogy 1-1, 2-3, 4-5, az már picikorban beleszerelmesedik a folklorba, és viszi majd az élete folyamán ezt a tánc iránti szeretetet. De igazából a Mónika 2 éve csinálod ezt az ITED rá módszertant? Hát Már most harmadik éve. És akkor ő biztos, hogy nem emlékszik rá. Egyszer odajött hozzám, és igazából, ahol ő főállásban dolgozik, az valóban ennek a módszernek a referencia óvodája. Na most, viszont nálunk Mónika évtizedek óta oktat, és azt mondja nekem, hogy Ildi, én már képtelen vagyok másként dolgozni a gyerekekkel, én vagy ITED rával csinálom, vagy nem tudom másként csinálni. És így fölkaptam a szemem, és fölkaptam a tekintetem, hogy akkor most igazából, hogy is csináljuk először, úgy lássam én is, hogy mi ez a módszer. Ugye neked ott akkor döntened kellett, igen, hogy együtt dolgoztok, igen, vagy nem? Igen, hát az mondjuk sose volt, azt gondolom, kérdés, hogy mi ne dolgozzunk együtt, de ezt mindenkinek el kellett fogadnia. Mónikának mindenkivel meg kellett értetnie. Ez egy gyerekközpontú, játékközpontú elv. Arra épül, ahogy én leveszem Mónikától, hogy a gyermek játszva megtanulja játékos eszközökkel, például tulipánokkal, igen, rengeteg van, ugráló kötéllel. Úgy tanulja meg azt, hogy melyik a jobb lába, a bal lába, hogy megfogja a párja kezét, hogy odaálljon a kislány egy fiú mellé, hogy körjátékban megtalálja a helyét, hogy megtanulja a cifra lépést. Tehát annyira építkezik egymásra ez a módszertan, és úgy, hogy észre sem veszik, hogy ez valami csodálatos. És engem ez fogott meg benne, hogy ez az irányzat, én szerintem az a jövő útja, amit egyébként már az iskolákban is nagyon sokat mondanak, a gyermek játszon, addig játszon, ameddig tud játszani. Lesz még ideje felnőni, lesz még ideje csárdás táncolni, forgatós táncolni, kalotaszegit táncolni, de először élje ki magát.
Mi itt, mielőtt ugye a stúdióban is eltáncolták a gyerekek, vagy igen, még fogják ugye táncolni, már az udvaron is láttuk őket, és ott sokkal felszabadultabban, valóban igen, ebben a igen, fajta topzódásban, ebben az örömben táncoltak. Hát csak a nézőknek sugjuk meg, hogy azért egy stúdiófelvétel elég komoly dolog, és azért nem mindennapi, még az ilyen profi óvodások életében se, úgyhogy talán itt egy kis félsz benne volt, de ők már azért rutinosak, hiszen Nyíregyháza város rendezvényein föl szoktak lépni, és hát közel a Maján is, ugye, nem sokára, reméljük, hogy gyönyörű időben, szinte nyári időben léphetnek majd a színpadra. Merre lépnek föl majd, akár ők? Igen, merre lépünk, Mónika? Nyugodtan mond. Május 28-án Nyírbogdányban lép föl a Szabolcs Tánc Együttes. Úgy tudom, hogy ez egy ilyen majális falunapi igen, rendezvény igen, lesz. Majális. És ez egy nagy család, ez a Szabolcs Tánc Együttes, és nagyon köszönjük, és nagyon szeretjük, hogy mindig a kicsiket is viszik magukkal, befogadják. A műsoruk része a kicsi gyerekeknek is a produkciója. Tényleg én már sok helyen jártam így az országban, az Itterdál kapcsán is, és nem láttam még egy ilyen táncegyüttest, hogy a kicsiket ennyire befogadják, és viszik mindenhova magukkal, minden műsorba, és ez tényleg Jaffásnak volt ez a... Tehát ő nagyon szerette, hogy a gyerekeket, és remélem, hogy az új művészeti vezető is így tovább fogja folytatni ezt a hagyományt. Na hát köszönjük, hogy itt voltatok, és már itt most a táncoslábú kislányok már igen, táncolni szeretnének, úgyhogy még egy kis szösszenet következik Luta majd a piciktől, és nagyon szép hosszú hétvégét kívánunk, úgyhogy a színpad a tietek. Srácok, menjünk csófára a lányokat! Jó! Lányok, lányok, pedig oszlopkányok, köz, aranyok.
Hát nem csak a növények és a virágok borulnak káprázatos színekbe, hanem a hölgyek is ebben az esztendőben, hiszen aki tényleg úgy nézi az utcán a lányokat, az már látja, hogy bizony nem a szürke és a fekete különböző árnyalatai lesznek divatban ebben az évben, de hát azt gondolom, hogy a stílus divat Nyírbátor üzletében már ez a válfán nagyon jól látszik, és a próbababákon is így van, ugye, Erika? Így van, természetesen, köszöntök mindenkit, és most az utcai viselettel próbáljuk bemutatni a divatnak a színvilágát, amit bátran viselhetünk most, az a palettán minden szín megjelentkezik, megmutatkozik, a virágok, a dzsungel minta, de viszont a pasztelszínek, a harsányabb színek, a csipke, a tül, tehát mindent fel tudunk sorolni, amit egy nő akár szívesen is hordhat, vagy kevésbé kedvel, de mégis, hogyha egy-két farmer nadrággal megpróbáljuk, igazán nőiessé tudjuk magunkat tenni, tehát ezt mutatja meg most ez a sokszínűség a ruházatban. Én nem is tudom, de azt gondolom, hogy lehet, hogy ennyire nem volt színes a divat az elmúlt években, tehát tényleg nagyon kivirult a paletta. Hát hál' Istennek. Ez ugye nagy öröm, hiszen mindenki talál magának kedvére valót. Éppen itt mondtam nektek, miközben jöttetek, hogy én emlékszem, hogy valamikor főiskolás koromban egyszerűen rosszul voltam a rózsáktól, mert valahogy még annak idején édesanyám fiatal korában ugye ez volt a divat. És most megint visszajött, hiszen gyakorlatilag akárhová nézünk mindenhol. Rózsák, illetve a keleti motívumok. Ez a dzsungel minta is, vagy akár egy ilyen kínai vagy japán cseresznyevirágos motívum is nagyon-nagyon sok ruhán fellelhető. Mit szólnak egyébként a hölgyek ehhez a színarzenához? Megoszló vélemények vannak, van, aki bátrabban próbál fel egy-egy darabot, vagy trendi akar lenni, az kizárólag csak azt kéri, tehát felpróbálás szempontjából hirtelen egy kicsit úgy meglepődnek maguktól, de mikor már felpróbálták és belenéznek egyszer-kétszer a tükörbe, azt mondják, hogy ó, ez milyen jól mutat, és nem a szürke hétköznapok tekintenek vissza a szemükben. Tehát én úgy gondolom, hogy egyre bátrabban felveszik a mintás ruhákat, ugye a pipacs minta is, az most nagyon, és a tavasznak ugye az egyik legszebb virága talán a pipacs, a mezei virágok megjelennek, és mindezek a minták ugye harsányabb színekben, de pasztelszínekben is megtalálhatóak. És ugye mondtad, hogy egy farmerrel gyakorlatilag ezek is különlegessé, maga az öltözék különlegessé válhat. Ugye itt első modellünk, Szandi éppen egy piros farmer összeállításban, egy fantasztikus piros táskával és egy megfelelő színű cipővel. Valóban hétköznapi, de mégis azt gondolom, hogyha valahova esetleg menni kell, vagy valamilyen jelenése van, azért ez a piros, ez mindig feltűnő, és egy piros cipő is mindig feltűnő, hogyha egy hölgy a piros viseli. Egy örök divat. Ugye most a muszlin anyagok, tehát ezek a bőllaza stílusú szabások jelentek meg, tehát ami takar és ápol is, de viszont egy könnyed viselet, ezt feldobják most ugye a madérás felsőkkel, hímzett felsőkkel, gyöngyökkel, és bárhová felvehető, ahogy mondtad, mindennapi viseletre, munkába járva, vagy akár egy kisebb eseményekre, születésnap, ballagás, tehát így nyugodtan elmennek már most a fiatalok. A következő modellünk hamarosan egy klasszikus viseletet mutat be, de ugye ez a szín sem a megszokott szürke, vagy esetleg egy halványkék. Éppen azt szerettem volna kérdezni, hogy rendben van, gyönyörűek a minták, de esetleg nem találkozol azzal, hogy valaki azt mondja, hogy ó, hát már bizonyos életkor felett nem illik nekem ilyen harsány színeket, vagy mintákat viselni. Dehogy is nem, és ezért vannak ugye ez a klasszikusabb, letisztultabb darabok, bárhová megjelenhet, akármilyen előadásra, vagy ugye munkahely tekintetében, hogyha
vezetőbeosztásban van, és ugye sokat mondják, hogy nem mindegy, hogy mit veszek fel, nem akarok feltűnő sem lenni, de azért már nem akarom azt a szürke hétköznapi ruhákat felvenni, tehát ez a klasszikus fekete-fehér, ez egy kicsit most szerintem leágazóban van. Tehát ezek a színek ugye nyáron, tavasszal bátran viselhetőek, és nagyon elegáns ruhadarab. Maradnak egyébként ezek a nyár folyamán is ezek a színek? Tehát igen. Szépen lassan a tavaszból majd átcsúszunk a nyárba, és gyakorlatilag ugye az évszakok is annyira összemosódnak, hogy szinte már nincs határ, tehát akár egy hűvösebb nyári estén is elképzelhető ez a kis kosztüm tulajdonképpen, ami nem a klasszikus kis kosztüm ettől a mustárszínű viselettől. Ugyanakkor meg itt vannak a nagyon feltűnő színek, amiket szintén hoztál. Tehát vannak itt pinkek, ezeknek mindenféle árnyalata, aztán a királykék, úgy gondolom, hogy még mindig klasszikus, és az a zöld, amit például én is viselek, nekem kifejezetten kedvencem ez a borsózöld, de ez is talán ennek a 2018-as, 2017-18-as évnek a sláger színe. És mi újság a lilával? Bocs, hogy megkérdezem, de valahol olvastam, lehet, hogy a lakberendezésben elsősorban a ruhában vissza, is jön vissza a lila? De a lilával én úgy vagyok, hogy sok vevő nem kedveli hajszínhez mérten, keresik ugye a ruhát, vagy bőrszínhez, és a lila megjelenik ugye itt is az egyik mintás felsőben, kicsi virág mintában, kis lilával, de most már kezd jönni a rózsaszín árnyalataival a lila. De az nem egy kedvelt szín. Én magam sem kedvelem, de a pasztel az például tényleg olyan, amit mindennel lehet párosítani. Ugye nem olyan régiben itt a cipődivatról is beszéltünk, és ott is láttuk, hogy a pasztel színek például csillogó, arany és ezüsttel is milyen jól mutatnak. Úgy látom, hogy ez is modellünk cipőjében azért fellelhető, tehát a pasztel szín egy kis... Hát igen, tehát ha így ránézünk, egy hétköznapi viselet, de ugye megdobja az a kis arany, vagy rozé arannyal, vagy ezüsttel. Rose gold, ugye ez? Igen. Tehát ki milyen színt szeretne magára ölteni. Ez egy pasztelszínnel, kék, egy ugye pasztelpúder színnel is nagyon mutatós tud lenni, egyszerű, de mégis nagyszerű. A felsőben ugye egy egyszerű kis pamut felső, ami tüllel és ugyanúgy egy kis csipkével van feldobva, a nadrág pici mintázattal van, és ugye ezért tudjuk variálni a púderrel, a nadrágban az a világosabb minta is púder, és ugye nagyon jól összehangolható. Sokan félnek tőle, de mikor felveszik, ugye teljesen mutatós darab. Nagyon jó, hogy ugye most is, ahogy már jártatok itt korábban, azt láttuk, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy a mérete a modellnek S-es, vagy M-es, vagy esetleg L-es, ugyanazok a darabok gyakorlatilag nagyon csinosan mutatnak. Tehát itt pontosan ez a cél, és nálatok ugye a különböző ruhákból is általában minden méret megtalálható. Tehát nem kell a hölgyeknek azon aggódni, hogy jó, az én méretemben ilyen nincs, mert sokan szerintem azért nem vesznek fel bizonyos ruhákat, mert egyszerűen nem is találják meg mondjuk a méretüket, és úgy gondolják, hogy nem is gyártanak rá olyan jellegű ruhákat, és aztán maradnak bizonyos, mit tudom én, egy ilyen zsákszerű ruhánál, pedig látjuk, hogy a testhez álló ruhák is nagyon jól mutatnak tényleg minden alkaton. Nos, visszatért Szandi, kizöldült, ugye? Csak emlegetnünk kellett itt a, bár ez nem egy klasszik borsózöld, ez már egy kicsit sötétebb zöld, ami nagyon jól mutat arannyal, fehérrel, ezüsttel, és persze ezekkel a gyöngyökkel. Azt is látjuk, hogy most a farmereken, a felsőkön, és akár a táskákon is gyöngyök mindenféle mennyiségben. Mennyire kell, most csak egy kis praktikus kérdés, esetleg ezeket óvatosabban mosni, kezelni, mint egy gyöngy nélküli farmert például? Szerintem semmivel nem kell jobban óvatosabban mosni, vagy ettől tartanak, de már más technológiával oldják meg a gyöngynek a felvarását vagy szegecselését,
és nem nagyon szokott minőségi kifogás lenni. Tehát bátran lehet most már ezeket a gyöngyös ruhákat vásárolni, mert tartósak, és a gyöngy sem kopik le. Tehát ilyen tekla gyöngynek szokták mondani, és valóban tartós és mutatós is. Van, aki nagyon szereti a gyöngyös ruhadarabokat, de van, aki ugye tartózkodik tőle. És hát azért jön a nyár megállíthatatlanul, amikor ugye nagyon sokan esküvőre készülnek, vagy különböző esti rendezvényekre, partikra. Elsősorban hogy látod, mik lesznek keresettebbek? A nadrág, felső, akár újatlan body összeállítás, vagy inkább a ruhák, vagy a szoknyák különböző felsővel? Hát szerintem nagyon vegyesen választanak most a vevők, akik nem ruhásak, ők nem szívesen szeretnek ruhát felvenni, megpróbálgatják, de most ugye nagyon szépek a nadrágok, egy szép felsővel ugye akárhol megjelenhetnek, most ugye a ballagó szezon fog közeledni, és ugye oda jobban vásárolják ugye a nadrágot felsővel, mert ki tudják használni keresztelők, de én esküvőre azt mondom, hogy inkább egy ruha, mert a nőiességet mindenféleképp egy nőből ki kell hozni. Na hát egy dolog jutott eszembe, a sok nőcis dologról, meg a nőiességről nem beszéltünk, a férfiakról, és tényleg az időnk nagyon fogy, úgyhogy néhány gondolat erejéig. Itt vannak ezek a gyönyörű színes ruhák. Mit tegyen egy hölgy élete párjával? Visszaköszönjön mondjuk egy dzsungel, mint a nyakkendőben? Lehet, hogy most vadakat kérdezek, vagy azok a színek, tehát hogyha tényleg valaki párban szeretne mondjuk egy rendezvényre elmenni, vagy akár csak szereti, hogyha hasonló stílusban van öltözve, mint a párja, akkor tud-e lépést tartani egy ilyen káprázatos színvilággal a férfi nem? Természetesen tud, mert vagy az inget választjuk a ruhához, vagy egy nyakkendőt, ez is ugye bevállalás kérdése, hogy mennyire halad a divattal együtt a vevő, vagy a vásárló, de amikor az egyszerűségre törekednek, akkor inkább egy nyakkendőt választanak kiegészítőként, ami visszaköszön a nő a párjának a ruhája színével, tehát nem feltétlen muszáj, hogy mintás legyen. Például, ha felveszünk egy zöld ruhát, akkor elég, hogyha a párunk egy zöld nyakkendőt visel hozzá, és már mindjárt az összhang az ott meg is mutatkozott. És az jutott eszembe, hogy elég, ha párunknak zöld füle van, és akkor megfelelő lesz a viselet. Hát köszönjük szépen, ti pedig ugye Nyírbátorban a stílusban személyre szabottan mindenkit vártok, és segítettek a van, nézőknek eligazodni itt a színek világában. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. A kedves nézőknek pedig javaslom, hogy mindenképpen maradjanak velünk a hírek után, illetve a híradó után a Szüret utca zenél majd nekünk.